Jézusom, ezt most komolyan mondod, hogy berepült egy veréb Markus? Legkomolyan. Hát ezt nem hiszem már. Képzeld el, te már itt ilyeneket csináltad. Na, oda nézd, főnök közben van. Drága követő rajongó, bocsássál már meg, hogy képzeld el, hogy a izéb... Na, nem tudod elképzelni, mi történik velem folyamatosan. Tudsz angolul? Na, most van egy olyan, hogy summer, shell, sale. Érted? Az azt jelenti, hogy nyári akciós. Na, nem is ez a lényeg, nem ezt akartam neked mesélni, várj ezek. Na, ülök el, halál előkelően itt a irodába, érted, szépen csinálom a dolgokat. Erre becsöngetnek, érted, becsöngetnek, és megérkezik, tudod, hogy Philipses az öreg Cilla, és a következő érkezik. Szóval itt, érted, belép 30% kedvezmény, summer sale, ez csak júli 17-ig tart, nem 12. Nem is ez a lényeg, nézzek, érkezik egy ilyen OneBlade Pro, oké, ezt halál értem. Jön egy ilyen Sonicer, ez nagyon, hát ezt már múltkor elmeséltem neked, hogy ez mennyire pupos, de ez is, erre van a 30%. Na de tudod mi jött még? Na most kapaszkodjál meg. Kérlek szépen egy úgynevezett Glamorous Curl in Half the Time nevű hajgöndörítő. Na miszt én azóta itt ülök döbbenten, hogy mégis hogy fogom én ezt a kis csutka hajamat, érted? A cipet hajamat hogy fogom én bekörlizni, és hogy göndörítöm autocurler 8000-rel. Szóval még, ezt még nem találtam ki, de várjál már, most nem gondolkodom, hogy nézd meg a kislány. Hát anyukám, a modell kislánynak a haját én begöndörítem. Te figyelj már ide, ajnácskám! Egyen meg a szívedet, te ismered ezt a hajgöndörítőt? Te nem, Markus, nem akarsz egy kis hajgöndörítő képet lőni a kislányról? Lecsináljunk, de csak akkor, hogyha nem nekem kell göndöríteni. Te értesz hozzá? Hát göndörítsél már. Megoldjuk. Na jó, akkor bontsad ki, mit kell, várja, mit kell róla tudni? Hát azt, hogy állítólag 8 másodpercen belül begöndöríti az egyenes saját, valami azt én nem tudom, várja. De jó, júj, de jól áll a szűrfény. Csiripelték a verebek, akik beszéltek. Hát meg amit műveltek itt. 3 hőfok és 3 időzítési beállítás különböző hőfok, az ott van, azt látom. Időzítő beállítás. Kézmodellkedjünk egy kicsit. Igen, fürtökhöz. Lágy hullámoktól a rugalmas fürtök. Ne idegesítsél, ajnácskám. Most lökjed magad. Markus, te dugjad be? Te óriási lesz. Te használtál már ajnácska ilyen? Legalább akkor tudnál csinálni mostan, ki ajnácskáról tudnál csinálni curly fürdő. Érted, a fogkefét értem, mert fogam még van. Érted, hogy ezt kapok. Az arcőröm is nő. Na, de hajam nincs. Érted? És akkor ide lökik nekem. Hi, göndörítsé. Te olyan idegben vagyok, akkor, jó, akkor melegszik. Ez 170, oké, az a hőfok, meg a... Te ezt ismered? Próbáld már meg, ajnácskám, hogy kell ezt, várjál. Summer sale van, anyukám, 30%, nézek. Dík, hogy bekapta! Nem húzza a hajadat, ugye? Nem. És akkor most kiengedj. Az anyád, úristen, ez. Na, hát akkor ezt most így végig lehet körlizni, és csak mekkora a tincsekkel, azt nézem. Jó nézel ki, anyám. Igen, ennyi az egész. 15 éves kislány meg tudja csinálni, anyukám, akkor neked... 17 vagyok. Te már ilyen öreg vagy. Halál jó. És mennyire lesz tartós? Hát erre rálökök egy lakkot. Te, hát tök körlis. Markus, a te hagyd le, hogy én ezt miért kaptam, azon gondolkodom. Lehet, hogy az ügynökségem viszont ennek lenne haszna, nem? Persze. Ugye? Hú, és látnátok, hogy ilyenkor ilyen Marlon Brando-szám beráncol a Markus. Nézd meg Marlon Brando-ba. Igen? És ott a körli parancsolja. Óriási. Jó van, drága aranykövető, téged hagylak, tekerjed a hajadat, én meg elmegyek szemőrszélezni. Csak még mindig nem értem, hogy miért van nekem haj, göndörítőm. Jó pofa vagy. Most nem tudok kordítani, hogy keljél fő, micsoda blamás, te! Jó reggelt, arany, drága követő, rajongó, hát kézed el,
Hát most te nem fogod nekem elhinni, rosszul volt beállítva a ébresztő óra. Érted te ezt? Tehát ne jön rá, arra, ugyan 4.45 helyett nekem 5.45-re volt beállítva. Ha. Na most nincs indulás úgy, hogy az öreg Cilla ne kapja egy jó zuhanyt, meg egyáltalán elkezdjen ott kenteficézni, szépülni minden. Hát anyukám, arra időt kell szállni, amíg én ott straubolgatom a badit. Hát jó pofa vagy. Te, csúszok érted az adásból, úgy néz ki, a Petra már ott puposkodik, Zoli a Szabin, Istenem regál, ő nem tudja, mert te sem mondd el senkinek, jó, hogy kicsik a Cilla. Ó, oh, micsoda blamás, micsoda blamás, hát elsüllyedek a szégyentől. De most, amit én akartam még neked mondani, drága aranykövető rajongó, hogy most lemaradol nekem ugye itt a Sláger FM-be, ugye az első, mert most 30-kor van nekem ugye az első pupos, mondja csak, mivel időjárásom. És azt ugyan, hogy úrva meleg lesz a mai napon, érted? Átlag ez az év legmelegebb napja. 40 fokba fogsz te fortyogni, rotyogni, érted, mint krumpli a fazékba. Úgyhogy nagyon figyelj arra oda, leszel olyan kedves. Én ezt már tavaly is elmondtam, mert akkor meg a pupos mentőszolgálat megkért, hogy ezt mondjam el a Gáborék, Ciklosi Gabikáig, hogy igyál vizet. De ha te mondjuk már iszol elég vizet, már annyi van benned, hogy azt se tudod, hogy merre van az előre, akkor adja a szomszéd asszonkának is, jó? Vizet. Tehát, hogyha ott van egy idős néni, akinek ugye tudod, izében van halál demen, jó? Szóval akkor az a lényeg, hogy akkor neki is adjál vizet, mert tudod, milyenek az idősek, várjál, még ezen átmegyek. És ők olyanok általában, kapaszkodjál meg, hogy tudod, így elfelejtik. Margit néni, tetszett inni? Persze, hogy ittam, Tomika. Hát én egész nap iszom. Nem tetszett inni? Hol a víz? Milyen víz? Víz, és elfelejtik. Tehát az időseknek is gondolja rájuk, mennyi lát a szomszéd nénihez. Margit néni, tetszett inni? Ittam, Tomi. Jó, akkor most ezt tették ez a 3 decit előttem főhajtani. Nem volt itt. Nem. Ja. Micsoda blamázs, érted? Micsoda blamázs, én csúszok, érted? Én kések, én, aki olyan pontos, mint a Schaffhausen. Hát nem hiszem el. Most már itt vagyok, te már fülessel a fejemen, nézd meg, már slágerefem a háttérben, Kolossa sarokba. Nézd, Kolossa, nézzek a Kolossa sarokba. Érted, ő éppen... A mai megmentő. Ő volt magva, de fai szűz, érted? Aki engemet fölhívott legnagyobb drámába. Hát most oda... Most a Zoli megfiatalodott, nem tudom, nézd meg, jól néz ki, hogy nem igaz. Ragyog, érted? Te ne hallgatózzál itt, hát Zoli, hanem... Na most valami kiugrott, beugrott, érted? Most én ülök oda a bücskökhöz, én nekem kell ugye húzogatnom. Ugye, Petrám? Hát most bütyök lett, nézd meg, és akkor, de most megkértem a Zolit, te olyan jól áll neked, csinálj már valamit, valami jöjjön már be, valami zene, érted? Na hát kiderült, hogy a zenét azt kezeljétek a programig. Te kirendelt fagyit, nézd oda, azt a mindenit. A pataki cukrászda, hát ezt nem, fönn vagyunk. Te hoztál nekünk fagylaltot? Drága Ádám, nézd meg. A Maci. Igen. Hát a Maci az egy fotó. Nézd meg a sokolá. Mi van? Sós karamell. Vanília. Mojito. Ez a balzsamecetes eper. Mango Brazíliából. Brazil mango. Eukero manga brasileira. Muito bom. Eukero volta no Brasilio. Minden szeretek, ami brazil, nyugodjál meg. Te ezt hogy érted, anyád úristeni? Dio mio, obrigado. Ja, Istenem, most ezt igen. Aki pöcök is, de hogy miért, ez hamarosan kiderül, előtte még a Purple Disco Machine. Pöcök is vagy. Jó, pedig azt mondják, hogy nem vagy egy pöcök. Hát nem egy mindennapi pöcök vagyok. Hát azért, Arany Zolikám ott is, ugye, te... Meg csak iszik. Én szomjas vagyok. Zolikán, neked is, tessék, reflektor. Ja, meg a rózsaszínpont. Elmegyek.
De Zolikám, hova mész? A jó Isten! Hát a jó Isten megáldjon, hát a hallgató nem lát, mert ott ülsz a föld. Átszaladt rajtad a pisztácia, Zoli, hát nem igaz. Búrza, Kolos is itt van velünk, Sopronból, hát egészen, egészen fantasztikus. Halálidegben van mindenki, figyelj ide, olyannyi kani van, hogy megőrülsz, megvadulsz. Most ment az ordibálás, te kisnők is. Sí, nem tud elképzelni. Van itt sátor, mi? Poraz van, úrvasok. Figyelj, a szemembe van a fele, el tud képzelni. Most átmegyünk valami vibbe. Te, a vibbe. Érted? Oda rongyolok. Van, aki ledobta a tiszörtöt. Van, aki jó tette, hogy ledobta a tiszörtöt, van, akinek nem szabadott volna ledobnia, de mégis ledobta a tiszörtöt. Mindenki telefonál, mindenki idegben van. Én persze azt tudom, hogy egy szervusz, szeretettel köszöntelek, drága gyermekem. Figyelj ide! Nézzek, ja, most ez a divat, nézzek a fejen a csillogó. Minden kislánynak van csillogó a fején. Megbolondulsz. Halál nemzetközi. Te a VIP-be vagyok, olyan very important. Hi, how are you doing? Olyan very important person. Milyen jó nézel ki? Alig állsz a lábad. Nem mondod komolyan. Az igen, várjál, mert forog a kamera. Vigyázzál, mert nagyon forog a kamera. Kapd össze magad. Hát az öregekhez oda kell csatlakoznom, bocsássátok. Drága arany követőim és rajongói, mutatom neked, hogy kik a very important people-ök. Hát ők, látod? Hát ő is egy very important people, mert ő már napszemüvegben van, szabad drága apám, nézd, ő már csinos, tisztörtöt ledobhatta volna, de nem dobta le. Ütemre verjük a zenét, semmi nem történik egyébként, érted? Most nézd körbe, hogy milyen előkelő helyre hoztalak, hát néznek, van pálmafa, meg van szárnyas kutya, érted? Ott egy szárnyas kutya. Azon kívül rettentő szokat, nézzek, hát ők is itt vannak, látod, teljes idegben. Én meg jövök, megyek, te komolyan mondom, hogy itt inspekciózok, hogy nekem rend legyen, alles muszun organza. Elbírod, kedves, azt a sok piát, hát segítsek, elvegyem valamelyik, tudok segíteni? Nem, megoldom. Megoldod, drága szívem, jó, nehogy baj legyen.